rengeteg kérdést az NSO srácok kigyűjtöttek közülük néhányat, úgyhogy ezeket most meg fogom válaszolni. Megszoktam, majd Vikingnek hívnak. Itt is most már valaki hívé, úgyhogy rám ragadt ez a név, de hát rám illik. Megvan még a PSC-em, csak a forrás módon én elhoztam. De otthon sajnál játszok, nincs már idő. Ez a sajnos. Régen már sokat játszottam, de már most nem szoktok egyik csapatnak se, de kell választani, akkor Barcelona is Messi. Nem vagyok perfekt angolos, de azért megértetem, ha annyira tudok. Nincs baj, annyira nagy. Igen, elég jó sikerült a kezdet mondhatni, ott folytatom, ahol Magyarországon abba hagytam, úgyhogy boldog vagyok, hogy így sikerült kezdenem. Remélem, hogy lesz a folytatás, és igen, picit nehezebb a bajnokság. Pörgősebbek a játékosok, pörgősebb a játék, úgyhogy picit nehezebb, igen. De hiányzik a Paks, hiányoznak a paksi emberek, de hát ilyen az élet, néha tovább kell lépni. Egyszer még lehet visszatérek Paksra, úgyhogy ne bánkódj. Hát nehezebb azért, pörgősebbek a játékosok, a mérkőzések, az edzések is, úgyhogy ebben biztosan játéktudásban azt gondolom, hogy nincs akkora különbség az NB1-nek a korai bajnokság között, de nem mondom ebben a két-három dologban előrébb járna. Nyilván nem volt még ilyen, hogy külföldre költözünk uzamosabb ideig a családdal, úgyhogy én nem tudtam, hogy mire számít, csak megmondom, hogy szerintem könnyebb mint ahogy gondolná az ember. Nyilván itt van velem a feleségem, gyerekem, úgyhogy így azt mondom, könnyebb. Szia Dávid, gyerekkori barátom. Köszönöm, nagyon jó érzés. Forrásból 10 polgárra lenni egy megtiszteltetés, úgyhogy köszönöm nekik. Hát idén már nem valószínű, hogy van esélyem, de gondolom, hogy a jövőre kezdődő bajnokságban mindenképp lehet esélyem. Úgyhogy de idén már nem hiszem. Az a legkönnyebb kérdés. Egyértelmű, hogy a magyar konyha. Igazából olyan nagy élmények még nem voltak. Minden élmény itt, amióta itt vagyunk, jól érezzük magunkat, állásra a csapatnak is jól megy, úgyhogy majd az lesz élmény, amikor a szezon végén reméljük, hogy megnyerjük a bajnokságot. Nem nagyon nézek sorozatot, úgyhogy nem tudom, hogy milyen sorozatok mennek mostanában, nem nagyon követem. De nyilván a külföldi játékosok felejétől fogva velük beszélgetek a legtöbbet, velük legjobb a kapcsolatom, úgyhogy ők fogadtak a legkedvesebb. Biztos jó kórai konyha, sok mindent még nem ettem, ami kórai. Egy-két dolgot azért már kóstoltam, azok jók voltak, de azért vannak itt érdekes kaják. Hát ez egy kicsit más tép, mint a magyar vagy az európai, mondhatom így. Egyébként nincs velük probléma, annyira nem olyan közvetlenek, de nincs velük olyan nagy probléma. Ha nem tudom, majd hazamegyek, akkor Danival nyomunk egy szkandert, aztán megnézzük ki az erőt. Hát tanulom, de hát elég kevés sikerre. Elég bonyolult nyelv. Egy-két szót megtanultam, de hát csak egy pár perc tudtam. De elfelejtettem, és köszönöm. Igen, egyre többen megállítanak, megismernek az utcán, úgyhogy egyre többen, igen. Nem emlékszem, mi volt az álmom. Biztos, hogy valamilyen szinten focista akartam lenni. Példaképem az Ibrahimovics volt, meg még a mai napig is ő, úgyhogy őt mondanám. Nincsen babonám, nem szoktam ilyenekkel foglalkozni, úgyhogy nincsen semmi. Természetesen motivál, hála Isten. Eddig csereként sokszor hozzá tudtam tenni a játékhoz. Reméljük, hogy ezt kezdőként is meg tudom majd mutatni egyszer, hogy erőssége lehetek a válogatott. Mindig egy 100%-ot, ahol rossz nem süllyed ki, úgyhogy ez az egy tanácsom van. Mindenképp szeretnék itt is mondhatni maradandót alkotni, gólokat szerezni, aztán meglátjuk, hogy jövő nyáron lesz-e még egy szintépés, hogyha jól sikerül ez az úszáni projekt, akkor azt gondolom, hogy benne van még a karrieremben. Mivel a példaképem Ibrahimovics, azért az ő övében, az ő játékstílusa eléggé tetszik, úgyhogy az övével. Európa bajnokságon egy gólt. Mourinho csapat
csapatával szívesen játszanék, bár nem a játék stílusa miatt, amit játszott a csapatával, hanem a maga az ember a habitusa miatt egyszer kipróbálnám. Nincs ilyen különösebb dolog. Az elején az idő eltolódás volt, ugye 7 órával több van, úgyhogy azt úgy elég nehéz volt megszokni, mondhatni az első héten. Elég nehezen viseltük, főleg itt a gyerekkel. Őt jobban megzavarta, hogy minket úgy diktálta, hogy mikor alszunk, mikor nem. Úgyhogy az elején az volt, de nincsen különösképp más. Na, változó, de ilyen 6-8 ezer, most például az utolsón 12 ezeren voltak, szóval nagyon, nagyon változó itt a nézőszám, de általában ilyen 6-8-9 ezeren szoktak lenni. Nagyon nem szoktam túlizgulni a meccsőt készülődéseket. Nincs megszokott dolgom, mindig csinálom, ami épp közben jön. Sokat segít a készülődésben Iász Erik, aki mindig a meccs előtti nap, vagy két nappal a meccs előtt elküldi nekem a következő ellenférről, kinek mi az erőssége, stb. A játékosokról, csapatról, úgyhogy ezt mindig megnézem a videókat az ellenférről, úgyhogy ez nagyon sokat segít.